Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Bargászter vagyok. Ma is bejelentkezek, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos időszakban vagyunk, és hogyha itt vagy, akkor hallgatod, amit mondok, elér hozzád, rezekteti a testedet, akkor van neked hajlandóságod arra, hogy nagyon-nagyon mély önismerettel foglalkozzál, és Hát fontos volna, ugye, mert 2026-ig egy nagyon erőteljes tudatváltásban vagyunk, persze utána is, de hogy most kimondottan erős, és ugye most még a Merkur retrográd is, tehát hogy tudjunk róla, hogy mi zajlik az égbolton, tudjunk róla, hogy milyen lehetőségünk van, egy picit arról szeretnék nektek beszélni, hogy tényleg milyen óriási lehetőség ez, és néhány tapasztalást elmondok a saját életemből. Tehát a legtöbb ember nem tudatos rá, de a testünk az tele van szennyel. Nem is tudom, és nem is akarom másként mondani. A mesterem úgy tanította, hogy szarral, érzelmi szarral tele van a testünk. Tehát nem tudatos rá, hogy életek óta cipelt trücskék vannak, és extra mennyiségben, sokszor azt se tudjuk, miért vannak azok az érzéseink, honnan jönnek, és stb. stb. miért választottunk olyan családot. Ö, ez mind mind az önismereti úton egy-egy pázdudat darab összerakásából tevődik össze, hogy te egy magasabb képben tud látni a saját életedet, de ehhez mélyre kell menni, folyamatosan mélyre, egyre mélyebbre szükséges menni, hogy jobban átlást, hogy mi is történik, és hogy minek vagy te a része, mert tehát egy olyan óriási tervnek vagyunk a része, hogy szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy ez egy hát, gigantikus terv, ami velünk kapcsolatos, és mi egy porszemek vagyunk ebben az egészben, nagyon nagyon fontos porszemek, és nyilván a saját életünket tekintve uh, abszolút fontos és uh, lényeges, ami történik velünk, viszont alapjaiban meg, meg nagyon pici porszemek vagyunk ebben az egész univerzumban és hogyha ugye az arroganciánk a gőgünk miatt azt gondoljuk, hogy olyan különlegesek vagyunk, akkor ha mindig erre gondolunk, hogy, hogy, hogy valójában tényleg csak egy pici porszemek vagyunk, akkor, akkor mindjárt másként látjuk a világot. A, amikor eljöttek hozzám oroszkóp gyakran kezdek ilyen rutinszerű ellenőrzésekkel, és az egyik például ilyen a hogy van-e ló-patkány együttállás? Akinek van ló-patkány együttállása, azt egyrészt hó, hát földig hajolok előtte, másrészt pedig ö, iszonyú szerencsésnek is gondolom, főleg, hogyha ebben az időszakban ott van. Miért? Mert akinek ez ott van, ő extra támogatást kap arra, hogy sejtszintű információkkal dolgozzon. És hogyha egész életében ott van ez a kombináció, akkor Fú, nem, nem könnyű. Majd mindjárt beszélek róla, kifejtem, hogy miért, már már többször beszéltem erről, de tehát most a bolygó mozgások lehetővé teszik nekünk, hogy az isteni énünket kibontjuk. Tehát, hogy a szeretethez kapcsolódjunk, de ehhez mi kell? Az kell, hogy a nehéz érzéseket kitegyük a testünkből, mert azokat elraktározta a testünk, Életek óta cipelt uh, információk, és uh, tulajdonképpen a, az őseink emlékképei is ott vannak. Tehát, hogy tele van a testünk trutyival. Ez így alap. És ugye minél többet feloldasz, annál könnyebb a személyiséged, annál könnyebben élsz, annál könnyebben mennek az elengedések. Mondjuk egy olyan családban, ahol nagyon ragaszkodnak a földi síkhoz, én azt látom, hogy rengeteg olyan van a képletben, ami arra utal, hogy az elengedést gyakorolni kell. Ö, igen. De hogyha ott van a képletedben, a ló, patkány, együttállás, akkor ezeket a rég múltból hozott sejtszintű információkat a gondviselés extrán támogatja, hogy te fel tud hozni. Na, de ez milyen? Hát figyeltek nekem is volt ilyen időszakom. A földön fek fekvés van, és mély lélegzés, mert egyszerűen a akkora fájdalom van, hogy másként nem tudsz. Tehát vagy rombolsz kívül, mert azt se tudod, hogy mi a bajod, hogyha nem mész mélyre, és mondjuk nem érzékeled, hogy honnan származik a forrás, mert mondjuk nem használod a nyolcadik csakrás meditációt, meg a karmikus forrás emléktisztítást, tisztítást, akkor nem vagy tudatos arra, ami történik, tehát a transformálás sem olyan erejű, mint hogyha használod ezeket a technikákat. És tehát a földön fekvés, és, a, hogy kerültem ebbe az állapotba, hogy lehetek ennyire szarul, és honnan jön ez a testi remegés, e, brutális, tehát tényleg brutális. Volt már olyan ügyfelem, akinek e, e, elme problémái lettek, tehát ilyen agydaganatos dolgok, mert ugye az elme annyira dolgozik ilyenkor, hiszen még egyszer tudatosítsuk, hogy a a fejünkben lévő programok mögött érzések vannak. Magyarul, ha neked sok pozitív gondolatod van, akkor a mögött érzések vannak, jó érzések vannak a testedben, vagyis sok pozitív hormonod van akkor mondjuk nagyon sokszor van oxitocin hormon a szervezetedben. Viszont ha neked negatív gondolataid vannak, akkor nagyon sok kortizol van a testedben, ami ugye azt jelenti, hogy stressz hormonok vannak benned. És amikor stressz hormon van a testben, akkor ugye pörög az agy, és dobálja a nehéz gondolatokat. És aki nem foglalkozik azzal, hogy a gondolatai mögött lévő érzéseket keresse, azokat a hormonokkal dolgozzon, amik ott vannak a testében, akkor pörgeti az elmét, mert ez olyan időszak, tehát, hogy én tudatosanak érzem magam, de de figyeljetek, el kell feküdni ilyenkor. Tehát itt nincs mesem, remeg az egész test, és tönkre lehet tenni mindent és mindenkit, mert ott olyan elme gondolatok vannak, ami. Pú, és ha valaki tényleg nem tudatos, akkor akár az elméjével történhetnek olyan problémák, mert az elme nem bírja ezt, és ö, akkor ugye föllázad. Ö, tehát van egy pont, ahol szeretném már ő is kiengedni ezeket a nehéz érzéseket, de ha nem foglalkozol vele meditációkkal, tehát finom közeledésen keresztül a testedhez, nem foglalkozol vele, nem engeded meg, hogy kijöjjön a nehéz érzés, akkor ugye az elme pörög, és hát egyszer csak valamilyen úton, módon, de ha nem engeded ki érzések formájában, akkor betegség formájában szeretne a blokk kijönni. Tehát egy ilyen időszakban, amikor lópatkány van valakinek a képletében, akkor a rég múltból hozott tapasztalások, ezek tódulnak fölfelé. Főleg, amíg rásegítesz meditációkkal, tudod, milyen videókat hallgatsz, ami mélyre szeretne vinni, hogy mélyen átrásd a dolgokat, akkor az földön fekvés gyakran mert uh, remélteti az egész testet, hogy kijöjjön belőle információ. Olyan gondolatok vannak, hogy honnan gondolok ilyeneket. És hát az van, hogy, uh, hogy uh, a múltból mit hozol, előző életből, és hát volt itt minden, ismerve a történelmet, azért mindegyikünknek uh, lehet olyan múltja, ami nem kevés bántalmazás, és hordozhat a test. Én amikor Peruban voltam, akkor a Machu én bántam, mindenki azt mondja, hogy milyen csodálatos energia van, hát kivéve engem, én mondtam, hogy itt nőket bántalmaztak a tudásért. Tehát a nők tudtak, és bántalmazták őket megtörték. És uh, én több életben is láttam, hogy én ugyanezt, tehát hogy uh, én a gerincemnél fogva törtek meg több életen keresztül, uh, hogy azt mondjam, ami, amit ők szeretnének. Holott nálam volt a tudás, de olyan, olyan uh, Rendszerek voltak, amikor nem az igazság, a szeretet dominált, hanem a, a, a bántalmazás, az erőszak, ez a maszkulin energia. És ugye, hogyha ez van a testedben, akkor nyilván olyan embereket vonzol magad köré itt a XXI. században, akik képesek arra, hogy, hogy bántalmazzanak. Hát nem feltétlen testi bántalmazásra gondolok, de hogy képesek arra, hogy nyomorgassanak másokat. Miért? Mert ha azt vállaltad, hogy ezt a programodat feloldod, mert pedig én csatornáztam nektek zenitben olyat, hogy mágiával van dolgotok, előző életből hozott mágiával, aztán egy útnak a végén vagytok. Ez egy nagyon hosszú útnak a vége, ahol megszereztetek nagyon sok tudást. Tehát a tudás megszerzése az biztos, hogy járt konfrontációkkal, biztos, hogy járt olyan megszégyenítő helyzetekkel, amikor bántani akartak téged. Minél több tudásod volt, annál jobban szerettek volna bántani, ez mindig úgy van, hogy minél erősebb spirituális uh, kisugárzásod van, vagy nem is tudom ezt, hogy nevezem, nem biztos, hogy spirituális tudásodnak, egyszerűen a de ha uh, hordozod a szeretetet, abban a pillanatban megjelenik a sötét oldal, és ugye nem a létezésedet sem bírja elviselni, és ha te azt vállaltad ebben az életedben, tehát ugye van egy ilyen uh, mesterkurzusom, hogy a nagy tervem itt a Földön, az visszavisz lélek állapotba, és ott láthatod, hogy miért születtél abba a családba. Tehát mi volt a, a szándékod, hogy pontosan őket választottad. Az is lehet, hogy egy olyan programot oldasz ki az ő segítségükkel, amikor, amikor ebből a bántalmazó energiából kell kijönnöd. Tehát, hogy a tudásért bántottak téged, korábban, és mondjuk ezért van ilyen mágiás dolgod, vagy nagyon mély szintű információk, amikor bántalmazva vagy, de ott hordozod a tudást, akár Siriusról, vagy bármilyen tudást hordozhatsz, és biztos, hogy van ilyen rezgés a testedben, ha hallgatod a videóimat, egy száz százalék. Mert nyilván nem rezegnél ide körém, hanem ez lenne. És de fontos megérteni, hogy nyilván olyan embereket választottál magad köré, hogyha szeretnél felszabadulni ebből a fajta, bántalmazó energiából, amikor a környezet ezt biztosítja. És a, például nekem, amikor volt ez a lópatkány időszak, ugye akkor a univerzum nagyon erősítette a lehetőséget, hogy a sejtszintű információk följöjjenek. Voltak körülöttem olyan emberek, akik szándékosan megfélemlítettek, mert a létezésem is ö, zavarta őket. Tehát egyszerűen nem kell csinálnom semmit, csak ö, támadtak. Ö, és akkor nem is kellett hozzájuk kapcsolódnom, egyszerűen éreztem tőlük a bántalmazó energiát, a megfélemlítő energiát, amikor tudod, hiába érsz neki, úgysem fog válaszolni, meg nem fogja érzelmileg feloldani a kapcsolódást, hanem hogy én most 21. században azt mondjuk ezekre, hogy narcisztikusok, és valójában ennek sokkal mélyebb tartalma van, mert, mert a, ilyenkor, amikor ott van a és mondjuk a tudásért téged bántottak, akkor ezek az emberek, elég, hogyha csak rájuk gondolsz, érzed a félelmet, amit ők küldenek feléd, és ezek az információk sejtszintről szintről segítik fölpréselni a félelmet. És most ebben a karmaoldó időszakban vagyunk, ráadásul pont úgy, hogy előző életekből hozott információkat is ki tudsz szedni a testedből. De ehhez persze meditálni szükséges karmaoldás, vagy itt van ez a könnyen kapcsolódok mindenkivel, tehát hogyha ott vagy már te is, hogy pontosan átlátod, hogy a környezetben azért vagy olyan környezetben, hogy mondjuk képesek arra, hogy megfélemlítsenek, tudatosan nyomorgassanak, tehát tudatosan nem válaszolnak a pozícióért, hogy te majd kéregessél, megtörjenek, tehát hogy nincsen bennük ez a. a Nem szeretett energiából nem válaszolnak, hanem tudod pontosan, hogy azért nem, hogy pozíciójuk legyen. Nem azért, hogy partneri kapcsolatra emelkedjünk. Nekem számtalan volt ilyen, hogy aj. Uh, maradhattam volna pozícióban, és valamiért mégis visszanyúltam ahhoz, aki bántalmazott. Azonnal fordított, azonnal leuralt, azonnal elkezdett rajtam hatalmaskodni, és átlag tudat szinten ugye megítéli az ember, viszont hogyha tudatosan gondolkodsz, akkor tudod, hogy azért kell, azért kellett hozzá visszanyúlnom tudattalanul, mert ő segíti nekem a sejtszintű információkat kinyomni a testemből, a megfélemlítő energiájával, azzal, hogy nem tud a partneri kapcsolatban maradni. És hogy ez jó, viszont bazi nehéz. Úgyhogy ne legyenek illúzióitok, mert azzal dolgozunk, ami nagyon mélyen van. Tudom, hogy sok helyen ezekről nem beszélnek, mert nem mindenki ismeri ezt a tudást, vagy nem mindenki tud erről, de ha itt vagy, akkor biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy ilyen mély információkkal dolgozzál, és minden segítséget megkapsz. Tehát nálam van hozzá tudás, technika, és az égi mm, energiák pedig abban segítenek, hogy most mélyre tudjál menni, nagyon-nagyon érdemes kihasználni. Tehát, hogyha csak úgy gondolkodsz, hogyha most, amit elérsz a spirituális utadon, ebben az életedben fejlődés, hogy amikor visszajössz, egy következő életben már honnan tudsz indulni. Úgyhogy mindig így érdemes. Nekem voltak 60-70 éves tanítványaim is, és pont azért, mert tehát volt, volt, aki megértette, hogy, hogy minden lépés számít, minden. És majd, ha visszajövünk, akkor majd más. Más lesz. Máshonnan tudsz indulni. Úgyhogy gyakran félnek, én azt látom, hogy gyakran vonzanak nárcisztikus személyiség zavaros embereket. Így mondjuk a XXI. században azok, akiknek a testében ott van nagyon mély tudás, és ebben az életükben egy olyan fajta programot jöttek kioldani, amikor őket korábban valami miatt bántottak. Olyan rendszerekben voltak, ami, ami nem szerette azt a fajta szeretetet, ami ott van bennük. És ha te félsz, ha te nem úgy fogod föl, hogy egy narcisztikussal való kapcsolódás az azért van hogy a szabadságodért megharcoljál, akkor, akkor, akkor még nem érted a lehetőséget. Extra lehetőség, amit kapunk, és bizony meg kell harcolni a szabadságért. Én tényleg, még egyszer mondom, nagyon sok életben jártam, és nagyon sok nyomorogatást nyomorgatást tapasztaltam, és nem értettem, nagyon sokáig nem értettem az életem, mert ezek tódultak, tódultak felém, jöttek, 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 és csak rágondoltam a másik emberre, és éreztem, hogy nyomorgat, éreztem, hogy irigy, hogy féltékeny, hogy, hogy fú, legszívesebben megsemmisítene, és és nyilván ez azért van, hogy nekem segítsen, hogy ki nyomja a testemből a sejtszintű információkat. Tehát lehet így is gondolkodni, meg lehet úgy is, hogy azt mondom, hogy a másik ilyen meg olyan tény. De mire megyünk azzal, ha igazunk van? Semmire. Tehát ezt kell megérteni, bölcsességet kell választani, miért kapom én ezt, mi a, mi a, cél? mi a célja a gondviselésnek, én mit vállaltam. Tehát, ha oda visszamész lélek állapotba, hogy ö, érzékeled, hogy mi az, amiért leszülettél, apád miért hívott be, apád küldi ki a meghívót, ö, hogy érkezd be abba a családba, te miért választottad őket, apádnak mi volt a terve azzal, hogy te megérkezzél, milyen feladatot adott neked. Tehát, mondjuk például, akkor valami jó banki kölcsönnel plusz szobát lehetett. Ö, vásárolni, tehát hogy nagyobb lakásba lehetett menni, akkor ö, ugye azért nemzett téged, hogy legyen kölcsön, és egy nagyobbat tudjon venni. Hát akkor neked a sejt szintű információ, hogy ott van a pénzzel kapcsolatos ö, információ, vagyis lehet, hogy te egész életedben másokat ö, anyagiakban támogasz, tehát te azt érzed, hogy azért létezel, hogy ö, másoknak pénzt szere, pénz szerezzél. Szóval nagyon-nagyon érdemes mélyre menni, hogy ezeket a programokat, nekem is olyan programjaim voltak, hogy az élet elakad a, amiatt, a, a szenvedély, az öröm, a saját életre való figyelés elakad ezek miatt, a sajt szintű információk miatt, amikre nem vagyunk tudatosak. És hogyha te tudod, hogy te miért döntöttél emellett a család mellett, tehát magyarul lélekállapotban érzékeled, hogy mi volt az, az egy szó, ami, ami miatt neked ide be kellett születni, akkor másként gondolkodsz már az eseményekről. Ha tudod, hogy apukád miért hívott be, akkor a családról már megint másként fogsz gondolkodni. Erről szól ugye a női kurzusom, és hogyha lépésekben szeretnél haladni, nem egy ilyen nagy kurzusban, akkor pedig a nagy tervem a Földön mesterkurzust ajánlom első körben, és hát innen indul minden, hogy sejtszintű információkat elkezdesz feltárni. És megérted magad, megérted az őseidet, hogy mi, miért, merre, meddig. És egyszer csak ott marad a nevetés, mert rájössz, hogy oké, okay, azért választottál olyan családot, aki nyomorgat, azért választottál olyan társakat az úton, akik képesek arra, hogy másokat bántalmazzanak, mert ott van benned valami tudás. És egyszer csak elkezdesz a szabadságodért megküzdeni ezekkel a narcisztikus emberekkel. És azt mondod, hogy elég. Elég abból, hogy engem lehet nyomorgatni. És akkor mi történik, figyeljetek, amikor ezt oldom föl, nekem csak elég volt gondolni ezekre az emberekre, és már embriópózban feküdtem a Földön, mert Energiát is megkaptam hozzá az univerzumtól. Ők itt a 21. században biztosították ezt a megfélemlítő energiát, és már az érzéseimen keresztül, előző életekben jártam, ahol ilyen bántalmazó személyek voltak, akkor is én győzök, nyomorgattak lefelé. Energetikailag emeltem föl a meditáción keresztül a rezgésemet, hogy igenis, hogy erős vagyok, hogy partner leszek vele. És jött a lefelé nyomás, hogy akkor is ő győz. És szerencsére a XXI. században pont kaptam ilyen embereket, akik pont ezt biztosítják. Tehát, hogy ezek a nyomások el tudnak vezetni téged oda, hogy kiemelkedj. És ugye mi történik? Energetikai síkon dolgozol a meditációkkal, ezekkel a nagyon speciális, transformáló meditációkkal, gyakorolod, minél jobban gyakorolod az elmét, annál jobban érzékel érzéseket, képeket. És hát az lesz ugye a következménye, hogy Ezekkel az energiákkal, akik korábban, mint a narcisztikus voltak jelen az életedben, partneri energiára emelkedsz, és szembe jön az utcán, meglátod, egyszerűen a nevetés fog el. Ez az ember engem tudott nyomorgatni, hol van hozzám érzelmileg, hol van hozzám tudásban egyszerűen az érzelmi intelligenciája, hol van. De miért kellett megtapasztalnom, mert volt már az előző életből is olyan ö, föl nem oldott ö, nehézség a testemben, amikre most kaptam lehetőséget ebben az életemben, hogy feladjam. És jön szembe, és, ö, és akar megfélemlíteni akar úgy csinálni, mintha továbbra is pozícióban maradna, és semmi más nem történik, mint belül azt gondolod, hogy neked még mennyit trutyit kell kipucolnod majd a testedből, és hogy hatalmas munka fog rád várni, hogy képes voltál valakit ilyen szinten nyomorgatni, de én hálás vagyok neked, mert általad, ugye kipréselődött a testemből minden, ami a múlthoz hozzákölt. És ugye ezért írtam a minap ki, hogy legyél hálás azért, hogy valaki elvállalja, hogy bánt téged. Hát ő ezzel újabb karmákat csinál magának. Hát ezt kell megérteni. Mindent lehet úgy csinálni, hogy ne teremtsél karmát, és mindent lehet úgy csinálni, hogy teremtsél. Most, ha megint az ingatlanos dologhoz térek vissza, lehet úgy ingatlant értékesíteni, hogy kikönnyökölöm a másikat, hazudok össze-vissza. Olyan ingatlanokat eladok ö, drága pénzért, amit tudom, hogy vizes, ö, nem tudom, mindent tudok róla, és ezeket nem mondom el, de ugyanúgy, ha van autóm, amit eladok, mindent lehet de vissza fog térni. Vissza fog térni. Úgyhogy hát így érdemes gondolkodni. És mindegy, hogy ki mit gondol. Az átlag gondolkodású az azt fogja gondolni, hogy, hogy, hogy kinevetnek. Engem is kiszoktak az ingatlannál nevetni, hogy az univerzum majd segít. És kinevetnek, hogy hogyan segíteni az univerzum, nem hisznek, ne, nem hisznek csak a fizikai síkban, a anyagi dolgokban, de nagyon kevés. Tehát olyan, mint hogyha egy nyúszik a szemével néznék a világot, tehát ez csak a fűszálakat látja. És te, aki mondjuk a tudatosságra törekszel, mint mondjuk egy zsiráf, vagy sokkal magasabbról, egyre több puzzle darabot szedsz össze a meditációkban, és ezek a puzzle darabok szépen elvezetnek. Volt olyan, aki arról számolt be, hogy előző életben járt, elment egy segítő, az előző életben járt, és uh, hú, valami harcolt valami férfival, és ott uh, ott gyógyították az előző életben, és nyilván egy olyan apát kapott, akivel örök harc az élet. <laughs> és uh, egy ilyen nagyon erőteljes, neheztelő energia van kettőjük között, a, támadja is a lány, az apját. Szóval ez mind. És miért alakult így ez ki? Mert az anyuka folyton panaszkodott az apukára, tehát magyarul a lány olyan szemüvegen keresztül nézi az apukáját, amin ő megítéli. Értitek, hogy a gondviselés hogy segít? Tehát, hogyha például én azt látom, hogy vannak olyan ö, emberek, akiknek az alázatot kell megtanulni ebben az életükben, hoznak egy olyan erőteljes szamszkárát, hogy az alázatot kell megtanulnia. Igen, ám, de ugye hogyan intézi el a gondviselés, hogy ez legyen a, ez legyen a program? Hát úgy, hogy gyerekként folyamatosan meg van szégyenítve, ki van nevetve. És ugye kialakul az elméjében egy olyan program, amit már egyébként hozott előző életből is, de a folyamatos megszégyenítésnek a következtében kialakul egy olyan program, hogy nem akar alul maradni. Mert hogyha mondjuk egy ilyen sorversenyben veszt, akkor mondjuk kiröhögje az anyja vagy az apja, vagy kártyáznak otthon, akkor veszt ő gyerekként, nem támogató energiát kap, hanem ki van nevetve. És ugye azzal, hogy ki van nevetve, azzal aktiválódik a múltból hozott program, és egyre okosabb lesz. Miért? Mert baromira nem akar alul maradni, baromira nem akarja érezni azt az érzést, hogy hogy ő ki van nevetve. Ezért egyre okosabb lesz. És ugye minél, mindenre van válasza, mindenre, mindenre, mindenre van válasza, egyre okosabb lesz, mert pont azt az érzést, ami a testében van, hogy megszégyenül, nem akarja érezni ezért okosabb lesz, mindenkinél okosabb lesz. Úgy pörög az elméje, hogy brutális. És folyamatosan megszégyenül. Tehát ugye a és úgy intézi el, hogy alázatra akarja tanítani ebben az életben, hogy okoskodik, mert fél attól, hogy meg fog szégyenülni, de pont meg fog szégyenülni mindig. És amíg rá nem jön, hát vagy a saját tapasztalás által, vagy kér olyan segítséget, ahol ezekről az információkról tudnak, akkor folyamatosan okoskodni fog. Ez a kakas energia, és az két kakas van a képletben, hát figyelj, egy kakas is mit tud okoskodni, csak gondolj el egy baromfi hát mit ugrál az két kakas meg, Hát ez meg pláne. És akkor egy ilyennek, akinek két kakasa van, az alázatot kell megtanulnia. Értitek, hogy a gondviselés az nem gatyázik. <laughs> Küldi akkor azokat az embereket, akik segítenek, hogy folyamatosan szégyenben legyél tartva. Úgyhogy na, érdemes így nézni. És bízom, hogy értető számotokra, amit szeretnék átadni, mert nagyon nagy lehetőségben vagyunk. És nem csak most itt 26-áig, hanem úgy általában a mi életünkben biztos, amíg itt vagyunk a Földön, addig biztos, hogy hatalmas tudatváltáson mehetünk keresztül. Szóval ne elég egyetek meg felszínes információkkal, hogy ez egy narcisztikus, hanem azzal, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy ott van bennem valami olyan tudás, vagy valami olyan vállalt feladat, Amihez nekem pont egy narcisztikusra van szükségem. És hogyha ez megvan, akkor ugye tudsz vele dolgozni, és a dolgozol, egyre könnyebb a személyiséged, egyre több a nevetés benned és körülötted. És ö, ez csak azt veszed észre, hogy bekövetkezett a fordulat. Mert addig dolgozol, például ö, karmikus forrás tisztítás meditációval, vagy ö, könnyen kapcsolódok. Ö, mindenkivel meditációval, amíg partneri energiára nem emelkedsz velük. Minden energia. És te hiszed azt, hogy bántvadó vagy a tudásért. És egy ilyen narcisztikus személyiség zavaros az erősebb, mint te. És uh, amint bekövetkezik a fordulat, mert dolgozol ezen, hogy uh, energetikai síkon létrehozd a változást, bekövetkezik a fordulat, jön szembe az utcán, semmi, nulla, tehát hidegen hagy. Korábban meg lehet, hogy rettek érzelmileg jelen voltál. Most még azt fogod gondolni, hogy de jó, hogy vége, de jó, hogy vállaltad értem, hogy ilyen szennyes vagy, és hogy tényleg életek óta hordozott sérüléseket tudsz feloldani. Ne tinglit, el ezt, és ne arra gondoljatok, hogy most egy meditáció 5000 forint, hanem tehát, hogy micsoda óriási lehetőségben vagyunk. Igen. A pénz nem viszed magaddal, de a rezgést, amivel fejlődsz, ami, a tudást, azt viszed magaddal, a tudatosságoddal viszed magaddal. Én ezekben nem hittem korábban, mert nem tudtam, hogy hozzáférhető a testen keresztül. Sok minden. Ha mindenhez hozzáférsz, ami az, az un, univerzum engedélyt ad. És minél többet gyakorolsz, ilyen tudatos meditációkat, tehát ne, nem akármilyen meditációkat, hanem transformáló meditációkat, minél többet gyakorolsz, gyógyítod a fénytestedet, a, a fizikai tested is annál jobban gyógyul. És egyszer csak elérkezik a fordulat, és de amikor, azt is hozzáteszem, amikor például ahhoz kaptam mm, lehetőséget, hogy ezeket a bántalmazó, bántalmazott uh, sejtszintű információimat feloldjam, akkor ugye nem kellett ezekkel az emberekkel találkoznom, akik itt a XXI. században képesek arra, hogy narcisztikus energiát hordozzanak, hanem, uh, hanem mm, egyszer rájuk gondoltam, és azáltal ugye berakott egy olyan présbe, amikor a meditációban, mint ahogy említettem, embrióposzban oldottam föl az eseményeket. És itt nem elég egy meditáció. Tehát azért itt, mint mondtam, több millió sejt van. Tehát én is megszoktam csinálni ilyenkor 5-6-ot is egyszerre, egymás után, addig, egészen addig csinálom, amíg újra a szeretet energia nem áramlik bennem. És van olyan, hogy, hogy azt hiszem, hogy vége egy blokknak, és elkezdek kapcsolódni más emberekkel, és akkor megint érzem, hogy megint indulnak meg a nehéz érzések, akkor megint vissza kell vonulnom, és ezt a blokkot újra folytatni. Mert még nem jött ki minden. És addig-addig dolgozok egy blokkon, amíg a test föl nem lélegzik. Azt nem mondja, hogy vége, kijött, kijött, és akkor rágondolsz az XY és az, a oh, atya úristen, én ettől féltem. Hát, de addig nyomorgat, nyomorgathat energetikailag. És egyszer csak elkövetkezik a fordulat, és ott marad benne a nevetés, az öröm, a hála, hogy képes volt ezt vállalni, és milyen jó, hogy nincs hozzá közöm már. És szabad vagy, és örömben vagy, és azt mondod, hogy oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Szóval így érdemes nézni, miért születtem le. Aki a női kurzusomon részt vett, hát aki komolyan gondolta, mert nyilván volt olyan is, aki azt gondolta, hogy ez egy átlagos kurzus, de azok, akik elindultak, és tényleg komolyan vették, és meditáltak, és keresték az információkat. Azok pontosan tudják, hogy miről beszélek. Aki csak felszínesen, az az most lehet, hogy bánja, hogy nem ment mélyebbre, akkor, amikor ott volt a lehetőség számára. Szóval itt, ami van, meditáció, információ, az a transzcendens élethez szól. Ahhoz, aki szeretné átformálni a a sejtszintű információit, a, az életét, és kibontani azt az isteni ént, aki, aki nevet. <laughs> aki benne a nevetés energia. Az öröm. Igen. Na, ezeket uh, fontosnak tartottam elmondani, mert tényleg minden, minden meditáció, minden karma oldás segít. Édesanyákat várom majd, hogy jelentkezzetek. Hamarosan mennek ki a posztok 50%-os kedvezményre, de természetesen nem csak az édesanyákat, hanem másokat is várom horoszkóp elemzésre, és akár mesterkurzusokra, meditációkra. Minden jót nektek. Sziasztok! Hello, hello!